Istenek és sátánok, most az egyszer. A hétfői akusztik vendége a Kalapács és az Akusztika zenekar, és vendégem pedig a frontember Kalapács József. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, hogy meghívtad. Na, mesélj nekünk egy picit erről a formációtokról, hiszen ugye, ha egy másik zenekarodat nézzük, a Kalapácsot, akkor onnan azért megszokhattuk a nagyon-nagyon zúzós vonalat, viszont ezzel a zenekarral inkább akusztikus, tehát a klasszikus heavy metal számokat dolgozzátok fel akusztikus verzióban? Igen, jobbára így van. Gyakorlatilag azok a dalok, amik saját zenekaraimban születtek, illetve azok a dalok is részét képezik a műsornak, amik így útközben hozzám szegődtek, például mint a kormorános vendégeskedéseim során. Úgyhogy gyakorlatilag azért nem álltam ellent olyan daloknak sem, amik nem a saját szerzési körömben vannak. Ha most csak ezt a formációt veszük, tehát a Kalapács és az Akusztikát, akkor hogy jön ez a két stílus, amit kevertek? Tehát ez a klasszikus, akusztikus heavy metal. Amúgy szerintem rémszexi, amikor ilyen számokat akusztikus verzióban játszanak, de te hogy látod, hol van az egyezés? Itt a dallam az megmarad, tehát arra vigyázunk. Nyilván más egy kicsit az előadásmód, és más a hangulata a dolognak, és hát más zenei lehetőségek is vannak. Én azt gondolom, hogy inkább arra törekedtünk, hogy anélkül, hogy nagyon bántsuk, tehát hogy tisztelettel bánjunk azért az eredeti dalokkal, azért igyekezzünk valamit hozzátenni, nem csak elvenni belőlük. Mennyire volt nehéz, vagy könnyű összeállítani a setlistet, amikor az akusztikra készültetek? Saját kedvenceket válogattál bele, ugye nem csak saját számokat lehet majd hallani, vagy figyelembe vetted, hogy már tudod, hogy a közönség melyik számokat szereti, vagy kedveli a legjobban? Hát én azt gondolom, hogy így tévé esetében az a legjobb, hogyha az ember a saját kedvenceit, aztán reméljük, hogy minél több embernek megtetszik, aki esetleg egyet sem ismer a setlistből, de azért hál' Istennek ezek között, a dalok között azért jó néhány megbújik, amiket azért elég sokan ismernek. Mennyire volt nektek nehéz feladat feldolgozni, átdolgozni ezeket a számokat? Hiszen azt gondolom, hogy annyira nem állt tőletek távol, hiszen dolgoztatok már akusztikus felállásban. Erre a koncertre máshogy készültetek, erre a hétfőire? Persze, másképpen. Meg az az igazság, hogy az utóbbi időben ugye a zenekar neve, az akusztika, az elsősorban nem akusztikust jelent, hanem hangzást, hangtant, tehát nem szándékosan akusztikus a zenekar. Annak idején, amikor elkezdődött, és még nem volt neve a gyereknek, akkor volt inkább akusztikus, és tulajdonképpen ebből a zenekarból nőtt ki egy elég nagy zenekarom, az Attila Fiai Társulat, aminek a zenekari tagsága ugyanaz, csak az énekesek kicsit többen vannak a csapatban. Úgyhogy pont így az akusztika formációval keveset játszottunk, hát idén egy koncert vagy kettő volt talán így a teljes tagsággal, ami akusztika néven, viszont Attilából meg nem tudom mennyi, szóval sok. Ez azt jelenti, hogy akkor sokkal többet kellett próbálnotok? Hát erre most mindenképpen persze, erre külön kellett próbálnunk. Egyébként alapvetően, hogyha rendszeresen játszunk, akkor nem is nagyon van idő próbálni, tehát ami kézben levő dalokra nincsen időnk, hogy külön próbákat írjunk ki, akkor azok úgy mennek, élik az életüket, aztán, hogyha esetleg gazdagszik valamit az eszköztár, akkor az sokszor a koncertek közben.
Akkor rendesen belehúztatok, mert azért a magyar költészet remek műveiből is csemegésztetek, azokat is feldolgoztátok. Igen, ez igen. Plusz feladat volt nektek, vagy ezek azért már repertoáron voltak, és becsempésztétek a... Nálam ezek alapvetően benne voltak mindig is a repertoárban. Tehát ezeket igyekeztem mindig szem előtt tartani. És hogy látod, itt mi az egyezés? Tehát a rockzene és a költészet azért az már egyel távolibb, nem? Úgy műfajilag. Nem gondolnám. Tehát én azt hiszem, hogy Petőfi Sándor simán nagyon jó metal szövegíró lenne, ha ma élne. Tehát, hogy valakinek ilyen szókincse van, és ilyen módon tudja ezt elhelyezni egymás mellé, és ennyire realista látásmódja, baromi jó metal szövegíró lenne akár. És hát ugye nem tudjuk, hogy énekelne, lehet, hogy marha jól el is énekelni a dalait. Akkor ő lebegett előtted, amikor úgy látszik, hát. Ezt megfogalmaztad magadba, hogy ezeket a dalokat is beveszed a setlistbe. Ez nekünk külön öröm itt a Petőfi TV hallani. Nem is, erre az egyezésre nem is gondoltam, pedig ez is egy egyezés. Rudandrew látható veled a színpadon. Köztetek milyen a viszony, vagy milyen volt a viszony, hiszen ő, ha mondhatjuk így, akkor utódod? Hát igen, a Pokolgép együttesben ő követett engem közvetlenül 20 évig. Tehát én azért 8 évig voltam a Pokolgép énekese, 82-től 90-ig, és utána Jokinak következett a 20 éve. Nyilván, amikor még ő regnált a Pokolgépben, bár már akkor is baráti volt a viszonyunk. Tehát azért, akkor nem volt köztetek semmilyen nézeteltérés semmiatt? Hát inkább azt mondanám, hogy azért volt feszültség, de azok a feszültségek, amik tudod, amikor egy család... van valami fúrás, faragás valaki más iránt, akkor az nyilván hatással van az emberre, és hát a Joe akkor oda tartozott abba a családba, ahol azért volt, aki máig dédelgetett sérelmeket cipel, a franc tudja miért. De miközben játszottunk közösen rockoperákban, egyre erősebb baráti lett a kötelék, és ma már azt mondhatom, hogy messze túlnőtte a sima haverság keretét. Na jó ezt hallani, és biztos vagyok benne, hogy ez a színpadon, a közös produkciótokban is látszik. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.